A kislán, akkor neki kezdjük ennek a dolognak. Vagyok mindenki itt van, aki hozzánk tartozik? Utána akkor legfeljebb majd interjúzunk. Hát akkor... Szeretettel köszöntök mindenkit, a sajtómunkatársait és az éjség sztrájkon kezdődőket. Aki esetleg nem tudná, Póka László, Nem adom a házamat mozgalom. Mi kezdtük el szervezni a mozgalmunk ezt az éjség sztrájkot. Kapcsolódott hozzá több csoport is, úgy mint a Koppány csoport, a Mozdulj Magyarország mozgalom. Most még éppen többiek nincsenek itt, de jönnek majd még többen, akik majd a pénteki beszédhez fognak csatlakozni, illetve a vonulásra fognak jönni. Nagyon fontos, hogy most 9 órakor, ugye az utolsó falatokat megettük, 72 órán keresztül éjségsztrájkot még fogunk. Az éjségsztrájk neve, nézd meg Viktor, hogyan éhezik a magyar nép, hát ez a címe a mai éjségsztrájknak. Gyakorlatilag a éhezés, mint egész országos probléma, ami miatt ma idejöttünk. Ennek csak egy pici szelete vagy eszköze a devizahitel, tehát ez az, ami okozza a fő problémát jelenleg Magyarországon, kirabolják az embereket, kirabolják az országot ezzel. A követeléseink is ezzel kapcsolatosak, azonnal le kell állítani a végrehajtási eljárásokat, hiszen már a kormány is kimondta, hogy csalás történt, kimondta azt, hogy az embereket átverték, ezért ezt le kell állítani, nyilván mindaddig, amíg ki nem terül, hogy miről is van szó. A másik, ami nagyon fontos, hogy jár ezen túlmegyünk, hiszen mi tudjuk, hogy ezek csalással és zsuzsorázással jöttek létre, ezeket el kell törölni. Itt nincs lehetőség arra, hogy maszatoljunk, nincs lehetőség forintosításra. Ennek két oka is van. Az egyik az, hogy ha csalás történt, akkor miért is kellene bármit is helyreállítani, vagy visszacsinálni, vagy még miért is kellene bármit is fizetni a bankoknak. A másik oka pedig az, hogy nincs miből. Ugyanis az embereket kirabolták. Volt egy átlag család, akinek 50-60 ezer törlesztővel indult a törlesztése, most ez 100 és 150 ezer forint között van. Tehát ez azt jelenti, hogy a családok havonta több mint 100 ezer forintot fizettek ki, úgyhogy erre nem számítottak, ez nem volt jogszerű. És ez hiányzik az embereknek, és hiányzik a gazdaságból is, mert hogyha a gazdaságban 100 forintot elköltünk, akkor az két év alatt 120 forint járulékot és adót termel, tehát a Magyarországot is kiposztották ezáltal. Tönkrement például a pék, mert a családok nem vettek kakaós csigát a gyereknek, mert már nem tudtak. Elbocsátott 3 alkalmazottat, és az a 3 alkalmazott nem tudta tovább fizetni a devizahitelét. Tönkrementek az egészségek, betegállományba kerültek emberek, rokkantak lettek emberek, és nem beszélve arról, hogy és a rokkant járadékokat is ugye vonják meg az emberektől. Ez azt okozza, hogy nincs miből, és minden visszavezethető a bankok csalására, tehát nem vagyunk hajlandók már nekik fizetni, bármennyire is sírnak, és bármennyire is mondják, hogy ez nekik mennyire fog fájni. Sőt, azt mondjuk, hogy kártalanítást kell fizetni mind az országnak, mind pedig egyenként a családoknak. A kártalanítást pedig úgy képzeljük el, hogyha valaki felvett 10 millió forint kölcsönt, akkor a bank fizessen ki 10 millió kölcsönt, úgyhogy az ügyfél már nem fizet, 10 millió forint kártalanítást fizessen ki, úgy, hogy az ügyfelek már nem fizet meg semmit a banknak. És ez úgy legyen megosztva, hogy igazságos legyen, hogy amennyit már visszafizettek a 10 millióból, azt tartsa meg a család, és a maradékot pedig kapja meg az állam egy szociális alapba, amiből ezeket a károkat fogják helyreállítani. Mi másban nem alkuszunk, elmegyünk a végsőkig, hogyha kell, ez az éjségsztrájk, ez azt demonstrálja, hogy bárhol megcsináljuk, bármikor megcsináljuk, és a pénteki vonulás pedig azt mutatja, hogy a bankokat tovább fogjuk gyalázni, és azt is szeretném, hogyha mindenki tudná, hiszen már nem először mondtuk, ez az utolsó békés figyelmeztetés. A továbbiakban pedig egyre keményebb, egyre ütősebb akciók lesznek, és nem fogunk megállni a bankok plakátolásánál. Ami nagyon fontos, hogy országos lesz a mai akciónk is. Pécsen ezekben a percekben kezdenek ugyanígy egy 3 napos éjségsztrájkot. Ők péntek estig a főtéren a polgármesteri hivatal előtt fognak tüntetni ugyanezekért a célokért. És országban több helyre jelentettek már be a hétvégéi bankplakátolást, és nagyon sok helyen csinálják bejelentés nélkül is, ahol felhívják a bankok és az ATM-eken a figyelmet arra, hogy ne fizess a bankodnak, mert gyakorlatilag egy kirablás folyik, használjál készpénzt, és megmutatjuk azt az alkalmazottaknak, hogy bizony van mit félniük, hogyha nem állnak elő azzal, hogy csapták be az embereket.
Tehát körülbelül ennyi a mai napra, ugye csak vizet fogunk magunkhoz venni, mindannyian, akik ezt végigcsináljuk, nyilván ha valakinek az egészsége nem engedi, akkor nem mind a 72 órát fogja végigcsinálni, de itt én azt gondolom, hogy nagyon sokan úgy vagyunk ezzel, tehát ez egy ilyen 5-6 fő legalább, aki mind a 72 órát úgy tervezi, hogy végigcsinálja. És akkor pénteken 9-kor pedig jönnek a többi szervezetek, amikor is összegyűlünk és beszédeket fogunk mondani. Itt most 10 vannak körülbelül, ha jól igen. számoltam, és akkor nagyjából úgy tervezik, hogy az 5-6-an végigcsinálják a 72. Így van. Igen, és akkor pénteken a program az, hogy mi ez? Pénteken 9 órakor bezárjuk az éjségsztrájkot, és megnyitjuk, azt a rendezvényt, amikor több szervezet fel fog szólalni, erre már nagyon sokan jelentkeznek, és az folyamatosan bővül. Olyan 2 órán keresztül fognak az éhezéssel, a devizahitellel, az ország kirablásával kapcsolatos beszédek elhangzani. Nagyon fontos az összefogás, mindenkit szívesen látunk, jobb oldalról, bal oldalról, parlamenten belül vagy kívül, teljesen mindegy, mi ilyen szinten nem teszünk különbséget, hiszen a végrehajtó bárkihez bekopogtat, sem azt nem kérdezi, hogy mi a nemzetisége, sem azt nem kérdezi, hogy milyen oldalra szavazott, végrehajtó viszi az ő házát, és az éhezés is mindenkit ugyanúgy érint. Tehát bárkit szívesen látunk itt, csak az a kérdés, hogy előzetesen regisztráljon, hogy tudjuk azt, hogy szeretne hozzászólni, egy 5-10 perc fog valószínűleg mindenkinek rendelkezésére állni. És levonulunk a Móricz Zsigmond körtérig autókkal és gyalogosan, tehát valószínűleg nagy sor lesz, és van nálunk most is körülbelül akár, mint ahogy múltként kedden is körülbelül ennyit szórtunk ki a mocskos csalóknak az ablakaira, és ezeket fogjuk felragasztani. Kik csatlakozik, ugye most még nem hivatalos, de ugye említettek Kásler felé is csatlakoznak ez az akcióhoz, ez hivatalos, nem hivatalos? Nem hivatalos információ, tehát nem Kásler Árpád jelezte, és nem ehhez az akcióhoz, hanem azt mondták többen közülük is, hogy őnekik elegük van már ebből, hogy az országot kirabolják. Ez egyébként jól mutatja, hogy azért ők is 20-án volt ez az akciójuk, amikor már egy radikálisabb megmozdulást csináltak. Én azt gondolom, hogy ez jól mutatja az utat, hogy nem nagyon van más lehetőség. 2009 óta, sőt valaki 2008 óta vitatják már ezeknek a szerződésnek a jogosságát. Ennyi idő alatt próbáltuk jogilag, próbáltuk közgazdaságilag megfogni. Nem volt rá foganat, nem volt rá fogadókészség. Innentől kezdve meg kell mutatnunk azt, hogy népi ellenállással is hajlandók vagyunk érvényt szerezni az igazunknak. Amiről most szó van, amiről most tárgyalnak, arról jelenti, hogy a bankszövetség és a kormány tárgyal mindenféle megoldásokról lesz. Támogatják, ezt kevésnek tartják. Abszolút nem támogatjuk. Az első és legfontosabb az, hogy csalókkal nem tárgyalni szoktunk, bűnözőkkel nem tárgyalunk, azokat el szoktuk kapni és börtönbe szoktuk zárni, tehát ez az első és a legfontosabb. A másik pedig, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez nem az adósokat menti, hanem a bankokat menti ez a dolog. Megint költségvetési pénzt akarnak számolni, és még mindig azt akarják, hogy bármit is fizessünk nekik. Egyrészt nem fizettünk, mert átvertek, másrészt nincs miből fizetni. Akkor nem az a... Tehát akkor nem fogadják, hogy a született egy megállapodás, ami a törleszi részünket csökkenti, hanem ennél tovább mennek ki, és kártalanításért teljes korrekciót követ. Így van, nem adom a házamat mozgalom pénteken egy összejövetelnén ezt fogadta el, mi addig fogunk harcolni, amíg a teljes kártalanítás meg nem történik, felelősöket nem vonták felelősségre, illetve a következő pedig a forint hitelesek helyzetének az átvizsgálása, hiszen úgy látjuk, hogy ott is bőven történtek csalások, tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha őket is tudnánk támogatni. Addigra már lesz bőven tapasztalatunk az összes banki csalást illetően, tehát ott is meg fogjuk találni az utolsó pici hibát is, és az alapján is fel fogunk lépni, és amit szintén ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem számít, hogy autó vagy szabad felhasználású hitel, vagy bármilyen hitel, a csalás az mindenképpen hitel, és a mondjuk egy autóhitel miatt is el tudják valakinek venni a házát, és ezt nem hagyjuk. És akkor, hogyha jól értettem, akkor ez az utolsó békés. Ez az utolsó békés, így van. Egyre több ember így gondolja, nyilván erről fognak értesülni, hogy az szervezetten lesz-e, vagy titokban lesz-e, ezt még nem tudjuk és nem döntöttük el. Nyilván ezek a problémák fogják látni, hogy működik. Várható, hogy nagyobb összes ezéletek folyik, tehát keressük az összefogást. Erre azért már volt jó néhány példa, és nem csak a devizahitelesek, hanem más egyéb szervezetekkel is. Volt a demonstráció az együttműködésért az Olimpiai Parkban, vagy az élőlánc az elszegényedés ellen, tehát ott is nagyon sokféle szervezet és nem csak devizadós szervezetek szólaltak fel és csatlakoztak ehhez, és ide is természetesen már most látjuk, hogy fognak jönni nem csak devizadós szervezetek, hanem mások is, hiszen ez egy országos probléma, ez mindenkit érint.
akkor ön a, ennek a szervezetnek a szóvívője. Mondjuk azt, hogy képvisel szóvívője, igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Ha mondhatnék valamit. Igen, én azt gondolom, hogy ha valakinek hozzászólnia alulja van, akkor most meg itt nyugodtan tegye. A tegnapi hírek, Balogh István a kormánycsoport tagja. A tegnapi hírekkel kapcsolatosan egyszerűen véletlenül tartom, hogy Hazai Mihály, a bankszövetségi dolgozója, azt kéri Orbán Viktortól, a magyar miniszterelnöktől, hogy változtassák meg a törvényeket, hogy ne lehessen a bíróságon semmiségért perelni az egyhiteles szerződéseket, mert ez a bankokat rosszul érinti. Szóval itt van az, amit az előbb is a Laci mondott, hogy ez már nem megy. Nem lehet tovább útjúzni, a törvény a magyar állampolgárok mellett áll, azt szerint kell a bíróságoknak, ügyészségeknek eljárni. Hogy verik venni ezt az arcátlanságot, hogy a miniszterelnököt arra utasítja a bankszövetség, hogy most változtasson törvényt visszamenőlegesen az ő javukra. Ki irányít ezt az országot? A bankszövetség, vagy Orbán Viktor, vagy az általunk megválasztott képviselő. Ha az általunk megválasztott képviselőt irányítják, és ezt megteszik, akkor hazárulók, és hazárulókkal szemben pedig tudjuk, hogy a nép hogy szokott eljárni. Számokat mondhatnék.